Egy pontot szerzett felcsúton az FC Nagykanizsa. Az MB3 nyugati csoportjának hetedik fordulójában a Puskás Akadémia kettő otthonába látogatott Barna László együttese. Az MB1-es tartalékgárda jól kezdte a szezont, hiszen az első hat meccsen nem talált legyőzőre. A mostani mérkőzésen azonban az újonc új kanizsaiak bizonyították jó formájukat. Péntek Adrián találatával a 35. percben a vezetést is megszerezték. Ezt követően azonban kétszer is vezetni tudott a fiatal tehetségekkel és a volt válogatott Vancák Vilmossal felálló puskás. A délzalai együttes kiváló mentális állapotát bizonyítja az is, hogy a 85. percben a csereként beállt Lőrinc Dániel góljával sikerült másodszor is kiegyenlíteni. A 3-3-as döntetlen után az FC Nagykanizsa a negyedik helyen áll a tabellán, egy ponttal lemaradva a második érd és a harmadik ménfőcsonak mögött.